Ilyen nincs az országban. Tehát itt ebben az a jó, hogy mi vagyunk az elsők, aztán szerintem fogjuk bővítgetni, ugye egyszer még Erdélyt azért elkészítjük, és akkor utána lehet az ország többi részét is. Van azért mit mutatni máshonnan. Régió szerint tesszük, tehát ugye itt látod ezeket a, itt a Gernyeszegi kastély, ott van Erdőszentgyörgy, Vásárhelyi vár, ami vagány, nekem úgy tetszik a zenélőkút, mert ugye Vásárhelyen nem tudják visszaépíteni. És mint régóta kínozzák, úgyhogy Vásárhelyek, hogy látom, jönnek, és úgy hallom, hogy úgy felvillannak, tudod, hogy na itt a zenélőkútunk. Ebben az épületben született az angol királynőnek a dédnagymamája, ugye Rédei Klaudia. Az angolok biztos, hogy úgy megszeppennek tőle, amikor ide jönnek. Gyergyószék, Csíkszék, udvarhelyszék. Ez a rész. Persze lesznek, tehát nem csak magyar vonatkozású épületek lesznek, látod itt egy kolostor. Ott lent még az alsó részen látod, itt fog egy kis vonat menni körben, kis gőzös. Gyerekeket fogja vinni, és ott is makettek lesznek, ott lesz Szászföld, ugye Szász erőtemplomok lesznek, meg Szeben, Brassó, Hunyad, Déva. Gyere, nézzek, ott van Kolozsvár. Látod, milyen volt valamikor? Réges régen. Meg a Szent Mihály templomnak most milyen magasabb a tornya, ki van egészítve. Mi ezt a korszakot akartuk megmutatni, ma ez a kincses város, tehát. És Orbán Balázs is ezt láthatta, tapasztalta, itt sétálhatott. Ugye ez az egész park, ugye azt is mondjuk, hogy ez Orbán Balázs szemszögéből, tehát ez, amikor ő élt, meg járt Erdélybe, meg gyűjtött, meg minden, akkor ő ezt láthatta. Ezek műanyagból készülnek egyébként, körülbelül egy maketten ilyen 2-3 hónapot dolgoztak. Uh-huh. Ezért jó munkás. Mikor kezdték el? Hát 4 éve kezdték el, és a tereprendezést 3 éve. Hogy mondjam, ez úgy nem nagyon volt senki szokva azzal, hogy ilyen nagy parkot is ilyen domboldalra berendezni. Sokan nézték, hogy itt mit akarunk, mert úgy általában parkokat egyenes része készítik. Csak az helyzet, hogy ugye Erdély az Erdély, tehát Erdély tényleg nimbes dombos, úgyhogy ezért én örültem. És tényleg ugye a makett készítő srác is mondta, hogy nagyon előnyös ez a hely, mert a makett parkok mindenhol egyenesen vannak. Uh-huh. És azért megvan a varázsa, hogy úgy kicsit szerpentin, macskakő, azért beleszuttat a növényekkel, tehát itt nem csak ennyi lesz. És itt nőttem föl. Végignéztem azt, hogy itt az elmúlt 30 évben, hogy megy szét ez a szelyke, nem érdekel senkit. Most már kezdte érdekel mindenkit, de nem baj. Én örülök, tudod, mert megpiszkáltuk a szelyke dolgot, most már foglalkoznak sokan vele, hál' Istennek. Úgyhogy ezt is mondtam, hogy akarunk itt mi mindent csinálni. Csináljon más is, legalább felfigyelnek arra, hogy itt lehet. Hát ez egy gyönyörű hely, tehát ebben komoly potenciál van. De én is értem, hogy nem jöttek ki, de cégek a szelykére, vagy nem. Tehát, hogy csomó villa volt, el van minden, hanyagolva, romba. Na, hát most mi legendárium kézbe vettük.